Kétnapos konferenciára érkeztek a Groupama Arénába kedden az Európai Klubok Szövetségének képviselői, akik egy minden részletre kiterjedő klubmenedzsment kézikönyv összeállításán dolgoznak. A szervezet marketing és kommunikációs bizottságának tagjaként vezérigazgatónk Orosz Pál is felkérést kapott a projektben. A budapesti értekezleten a kiadvány előzetes tartalmi tervezetének bemutatására került sor. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt, nem csak számomra, hanem Ferencváros számára is, hiszen nagyon messziről indultunk, hogyha belegondolunk, hogy hol voltunk mi sportdiplomáciailag mondjuk 4 évvel ezelőtt. Hála Istennek valahova eljutottunk, valamilyen szinten most már komolyan vesznek minket, és én úgy érzem, hogy a kollégáinkkal együtt elég sokat hozzá tudtunk tenni ehhez a munkához. Ugye a marketing az csak egy része az egész kézikönyvnek, tehát itt a klub struktúrákról, az anyagi részétől kezdve egészen a szponzoráción keresztül, magának a klubnak a felépítési modelljei, különböző modellek, nagyon érdekesek lesznek, és nagyon sokat lehet belőle szerintem tanulni mindenkinek, kicsi és nagy kluboknak egyaránt. A kézikönyv fejezeteinek összeállítása több ismert európai klub vezetőjével készített interjú során történt. A tapasztalatokról a kiadvány projektvezetőjét, Olivier Jaroszt kérdeztük, aki arról is beszélt, hogy Orosz Pál és a Ferencváros fontos tagja az Európai Klubok Szövetségének. Azt gondolom, a legfontosabb tényező, hogy megfelelő emberek legyenek a megfelelő pozícióban. Az emberi tőke elengedhetetlenül szükséges egy klub minőségi működéséhez. Azt tapasztaltam több európai egyesületnél, így például a Paris Saint-Germainnél és most a Ferencvárosnál is, hogy a minőséget a klubnál dolgozók jelentik. Ezt kell kiegészíteni jó stratégiával, infrastruktúrával és üzleti érzékkel. Hasonló zöldfehér színeket visel az ECA és a Ferencváros is. Ez már önmagában jó dolog. Orosz Pál és az FTC aktív résztvevője és fontos tagja szervezetünknek. Örülünk annak, hogy 6 klub képviselőjével együtt itt lehetünk Budapesten, és megoszthatjuk egymással a tudásunkat. Ez egy jó lehetőség a Fradi számára, hogy tanuljon másoktól, miközben átadja innovatív ötleteit a klubmenedzsment kapcsán. But as well to exchange your new ideas and I see innovative way of approaching management. A klubmenedzsment kézikönyvet a tervek szerint az ECA márciusi stockholmi közgyűlésén mutatják be. Orosz Pált végezetül arról kérdeztük, milyen benyomást tett a külföldi vendégekre a felújított Népligeti edzőközpont és a vadonatúj Groupama Aréna. Nagyon-nagyon jó érzés volt, mert nem erre számítottak. Tehát azért én itt már terjesztettem a jó hírét ennek a stadionnak, meg az egész infrastruktúrának, amivel most rendelkezünk, de hát szerintem egy kicsit szkeptikusak voltak, de hát amikor beleírtak, akkor esett az álluk, és ez jó volt látni.